Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Windowsnak a beépített vírus és kártevő fogjuk megnézni, a Windows Defender-t. Mindenki hallott már róla, aki ugye Windows-t használ, főleg, hogyha a Windows 10-et, viszont sokan nem tudják, hogy mennyi fejlődésen ment át az elmúlt években. Már nem csak valami alap vacak víruskereső, hanem a zsaroló programokon át mindent is néz, ugyanúgy, mint bármelyik másik drága fizetős víruskereső. Nem biztos, hogy mindenki ismeri, de van például ez az avtest.org nevezetű oldal, ahol mindenféle víruskeresőket rendszeresen tesztelnek, és hát amikor felvettem a videót február végén, akkor például a Microsoftnak a Windows defender is eléggé jó helyen szerepelt. Itt össze tudjátok hasonlítani a többi nagy nevű esetleg fizetős víruskeresővel is, hogy éppen melyik, hogy teljesít. És ha lejjebb körgettek, akkor látni fogjátok, hogy például a Microsoftnak ugye a Defendere, vagy Defendere, az igazán jól teljesít, benne van a top programok között, és mindenhol maximális pontszámot ér el. rákatintotok magára az akármelyik víruskeresőre, de most legyen a, a Defender, akkor látjátok az egész konkrét adatokat is, tehát nem csak egy számot, hogy 6 meg 5 meg akármi, hanem a konkrét adatokat is, hogy mit, milyen arányban talált meg. Valamint például, hogy mennyire lassítja le a rendszert, vagy a bizonyos programokat amiről a videó igazából szólni akar, az az, hogy a Windowsnak a saját beépített vírus és kártevő keresője vagy blokkolója is elég jól működik már, csak nem igazán közismert, mert nagyon nincsen sehol se ez bereklámozva, és sokan még mindig megveszik ugye a drága víruskeresőket, amikor azok sem feltétlenül jobbak, mint most már, ahova jutott a Windows Defender. Úgyhogy ez egy nagyon rövid videó volt, csak hogy gyorsan bemutassam nektek hogy nem kell ettől megijedni, már sokkal jobb lett. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!